Országszerte már több mint 4000-en érdeklődtek a határvadász toborzásokról, szeptember végéig pedig mintegy 1352 fő nyújtott be a határvadász képzésre pályázatot, akik közül 629-en kezdték meg a felvételi eljárást. Több megyében több száz toborzó rendezvényt tartottak már, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hétvégén kezdődött meg a toborzás. Köszöntöm a stúdióban Usztics Attilát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság oktatási és kiképzési alosztályvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hol tart itt a megyében ez a folyamat? Mekkora az érdeklődés a határvadász kiképzés iránt? A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság egy viszonylag szerencsés helyzetben van országos szinten. Azt gondolom, hogy a kiemelkedő eredményeink vannak ezen a területen is. Több mint 200 fő adta már be a pályázatát, akinek a jelen állás szerint a felvétel eljárása folytatódik a Szabolcs megyei rendőrfőkapitányság által. Kiket keresnek, milyen alapfeltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy egyáltalán a jelentkezést elfogadják? A teljesség igénye nélkül elsődlegesen egy bemeneti kompetencia az érettségi. 18 és 55 év közötti jelentkezőket várunk. Mindegy, hogy férfi vagy nő. Természetesen a hölgyeket ugyanolyan szeretettel várjuk a testülethez, mint ugye a fúrakat. A érettségén túl a kifogástalan életvitel ellenőrzés, amelyen átesnek a jelentkezők, magyar állampolgárság, illetve ebben az esetben állandó magyarországi tartózkodási hely, lakhely, amely szükséges, és az egyéb szűréseken vagy alkalmasságvizsgálatokon való eredményes megfelelés. Milyenek ezek a szűrővizsgálatok? Mi az, amit vizsgálnak? Fegyveres testület, ez így hozzánk is, az elsődleges olyan mérési pont, amely nagyon fontos, és a MÁ-ban talán ezt a legnehezebb meglépni vagy megugrani, ez a fizikai állóképesség vizsgálata. Ezen túl természetszerűleg pszichológiai alkalmassági vizsgálaton is túlesnek a jelentkezők, és egy egészségügyi vizsgálaton, amely általános eredményeket hoz, illetve hát azokat az általános jellemzőket szűrik a orvosok, ami effektíve kizárók lehet, azokat keresik. Mi az eddigi tapasztalat, mennyire sokan esnek ki ezeken a rostákon? Azt gondolom, hogy sokan nem esnek ki. Amikor próbálkozik először a felvételiző, akkor egy olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja, hogy mire számíthat, mire várhat. Minden egyes felmérési pontnak van másodfoka. Tehát aki esetlegesen annyira elszánt, hogy ezt ismételni, és úgy gondolná, hogy valamilyen egyéb tényezőn volt, miatt volt, olyat témót befolyásolt, hogy nem sikerült neki ez a mérési pont, akkor ezt megteheti. Aki erre vállalkozik, azok rendszerint második alkalomra mindig kiváló alkalmassági vizsgálatot tesznek, és ezt az akadályt könnyen megugorják. Természetszerűleg mondjuk abban, hogyha valaki a testmagasságot nem éri el, két év múlva nyilván nem fog 4-5 centit nőni, de a többire úgy gondolom, hogy fel lehet készülni, akár a fizikaira, de még talán a pszichológiai vizsgálatra is. Mire számítsanak a 6 hónapos kiképzés alatt? A 6 hónapos kiképzés alatt az első körben az volt, hogy nem a megye, de immáron a megye fogja végrehajtani az alapképzésüket. Az első két hónapban egy általános alapképzést kapnak, a következő 4 hónapban pedig már úgymond speciális kiképzést a általános alaprendőri feladatokra járőrtársi beosztásban, erre fogjuk felkészíteni a jelentkezőket. Első körben arra kell számítsanak, hogy azt a általánosnál magasabb fizikai állóképességet kell megszerezniük. Meg kell szerezniük azokat a szakmai kompetenciákat, amelyek alapján majd ők el tudják látni ezt a feladatot, amiért, ha nem is szerződtetjük, hanem állományba fogadjuk és állományba vesszük a jelentkezőket. Milyen munkára számítsanak a jövőben? Hol fognak munkát végezni ezek az emberek? Mint ahogyan a képzés helyszíne nyírbátori objektum lesz, ugye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság Nyírbátor objektumában, ahol egy kiképzőközponttal rendelkezünk, de ezen az objektumban kap helyet a készenléti rendőrség bevetési osztálya. Ennek a bevetési osztálynak a bővítésével lesz a felvevendő állomány egy része, illetve a Debrecen helységben lesz majd a másik század, amelyet újonnan állítanak majd fel. Mind a képzés helyszíne, mind a szolgálat végrehajtás helyszíne az Nyírbátor, illetve Debrecen régióson, amely minket érint, de az igazsághoz hozzátartozik természetszerűleg, hogy a 3000 fő, így a nálunk alkalmazandó kollégák is, elsősorban a képzést követően a déli határszakaszon kialakult migrációs válság kezelésére kell, hogy számítsanak, és az elsődleges feladatuk ez lesz. Hol fognak ők elhelyezkedni a rendőrségi hierarchiában? A rendőrségi hierarchiában a
talán a legjobb helyen lesznek. Ők most kezdik a pályafutásukat, most kezdik a karrierjüket. Ők lesznek azok a kollégáink, akik előtt nyitva áll még a, úgymond a marsalbot a zsebükben van. Nyilván a legalacsonyabb képzettséggel rendelkeznek, tehát úgymond a legfiatalabbak köztünk. Ellenben az előre menetelük és a továbbtanulásuk az teljességgel biztosított, mint ahogy az állományban lévő bármely hivatásos kollégánknak. Mennyire lehet vonzó ez a fiataloknak? Én úgy gondolom, hogyha nem is a régiós helyzetről beszélünk, nem is arról beszélünk, hogy fizetésben mennyire megbecsültek vagyunk, hanem sokkal inkább arról beszélünk, hogy ez nem feltétlen csupán egy munkahely. Ez sokkal inkább talán egy hivatás, aki elkötelezettséget érez annak iránt, hogy ezzel foglalkozzon. Alkalomattán a haza fegyveres védelmével dolgozzon, azt hajtsa végre. Ez egy olyan fiús katonás szakma, hivatása miénk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy aki egy minimális indítatást érez ezokban, az jól fogja magát érezni közöttünk. Elég komoly toborzó munka vár még önökre. Mennyire gyakran szerveznek majd ilyeneket, és milyen helyszíneken? Minden olyan rendezvényen megjelenünk, ahol tömegesen összegyűlnek az emberek. Minden olyan rendezvényen részt veszünk, ahová meghívnak bennünket. Ezen túl a foglalkoztatásügyi kormányhivatallal egy közös projektben folyamatosan tájékoztatókat tartunk a osztályoknál, ahol a kiértestett emberek tudomást szerezhetnek erről a lehetőségről. Tehát úgy gondolom, hogy a toborzó munka mellett az a lehetőség, hogy információ jelent rendelkezésre állunk mindenkinek, akit érdekel, vagy még annak is, aki azt sem tudja, hogy érdekli, mert még nem is hallott erről. Milyen hosszú lesz ez a folyamat? Ez egy, nem azt mondom, hogy végeláthatatlan folyamat, hanem ez egy végelátható folyamat a 3000 fős betoborzásig. Ellenben mind a képzés, mind a toborzás egy gördülő képzés és gördülő toborzás. Tehát mindaddig fogjuk folytatni, amíg a 3000 ember, akit a kormányzat előirányzott, ezt nem tudjuk beiskolázni, és nem tud eredményes vizsgát tenni. Hányan foglalkoznak ezzel itt a megyei rendőrfőkapitányságon? Pontos számot nem tudok mondani, hogy a teljesség igénye nélkül mondom azt, hogy körülbelül egy olyan 30-40 fő, aki majd a képzésben is, illetve ennek a technikai lebonyolításában közreműködik, de hogyan idézzem az országos rendőrfőkapitány urat, a teljes rendőrségi állománynak feladata az, hogy ez a toborzás sikeres legyen, és ez a képzés olyan eredményt hozza, mint amit elvárnak tőle. Usztis Attila, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.